Jó reggelt! No, hát nagyon szép kis reggelre ébredtünk, amit látszik. És jelen pillanatban itt egy nagyon jó idő van, mármint itt örvényesen, ahol megszálltunk. Sajnos nyugati irányban nincs annyira nagyon jó idő, amerre menni szeretnénk. De hát majd valahogy alakulni fog ez is. Egy dolog biztos, hogy a mai napra még nagyon jó időt mondanak ide az országra, utána meg nyugat felől elkezd majd borulni, lehet, hogy már elkezdődött, ki tudja. Na mindegy, szóval sikerült aludni egy jót, és ez az örvényes, ez egy nagyon hangulatos kis hely, ugye itt közel van Tihanyhoz, úgyhogy ezt nagyon merem ajánlani mindenkinek itt ezt a részt. Hát ugye ez a 71-es út, ez a fő út, ami itt mellettem megy, és ez megy itt keleti-nyugati irányba, a Balaton északi partján. Ó, micsoda, kis hidat csináltak ide. Ahhoz képest, hogy mennyire korán reggel van, 6 óra van, és vasárnap, nagy itt a jövésmenés. Megpróbálok lemenni a strandra, partra. Pedig olyan jó kis utat találtam itt lefel a partra. De sajnos, mint a mellékelt ábra mutatja, magánterület. Magánterület. Mehetek vissza. Mert olyan vadregényes volt, ma arra vártam, mikor ugrik a nyakamba Matulla bácsi. Ilyenkor azért kifejezetten mérges vagyok, hogy sehol nem lehet lemenni a partra. Hát én értem, hogy fejleszteni kell az infrastruktúrát, és tessék, itt van egy szép épület, amit megcsináltak itt az örvényesi szabad strandon, de akkor ez hol szabad strand? Mert akkor ez megint nem az. Akkor már ez is fizetős lett, és ezt is lezárták. Nem lehet bemenni, vagy na. Kacsának is megvan a véleménye. Szóval sehol nem lehet lemenni a partra. Mindenhol le van zárva, kerítés van. Ez nagyon bosszantó. Ott arrébb is, ahol másik helyen, ahol mutatott valami utat ott a terep, ott se lehetett lemenni, mert természetesen az is magánterület volt, le volt zárva. Sehol nem lehet lemenni a Balaton partra itt. Én még ilyet nem láttam. Úgyhogy ez nagyon nem tetszik. Mehetek vissza a szállásra. No kérem, akkor induljunk meg, és mivel itt egy picikét pöltyög az eső, abba az irányba már ott esik, kénytelenek vagyunk arra fölfele kerülni egyet.
akarsz egy ilyen megkeres fotót? Akarsz? Akarsz? Gyere, ebben kellene fotózunk egyet. Gyere, jól van. Jössz ide? Jössz ide, szelfizünk egyet? Kutyaszagunk van. Sikerült? Nem sikerül, mert nagyon mozog. Ebből majd kivesszük. Itt vannak a szajkitavak, na itt vagyunk. Na végre, megvan. Kirakják a doboldal. A szélén, itt vagyunk a szélén. Szajkitavak, ott úsznak, és ez itt mi? Vigyázz. Jó, na mindegy, szóval ez itt a környék, a látnivalók. Alsó ujjlakot tetted be, ez viadat? Ott az alsó ujjlak. Akkor, hol vagyunk? Szajkitavak vagy mi? Szajki. És ott vannak mi. Ott látszik, hogy szajki tavak. Na igen, akkor most keresünk valamilyen étkezési lehetőséget a szabadban, és aztán pihenünk. Ez meg volt? Meg volt. Jó, akkor majd lemegyünk a tóhoz is. Kurába új vagy, nem úgy aztán kivalkasom a jövőben. Európa. Európa legjobb lángosa. Ez itt Európa legjobb lángosa. Mit szólsz hozzá, hogy megkóstolhatod? 2005-ben. 2005-ben ez volt Európa. Remélem, azóta a recepten nem változtattak. De ez itt Európa legjobb lángosa. Már a... És az év lángosítője. Tök jó. És én meg ezért teszek meleg szendvicset. Ó, hát majd megkóstolom. Jó. Majd elmondod a véleményedet. Szeretnéd. Na, szóval, ha már körülöttem nincsenek, egy kicsit leveszem. Jaj, de szép virágok. Szóval, ahogy itt be lehet jönni a szalki tavakhoz, rögtön itt van Európa legjobb lángosa. Remélem most már a meleg szendvicsem is kész van. Igen, neked ki fog hűlni. Azért mondtam, hogy mennyi, azt tegyél. Hogy lehet kocsonyát frissen kérni egy ilyen helyen? De most tényleg, hogy megvárni, hogy kihűljön. Olyan ötletes, hogy ki van rakva az asztalra egy ilyen kis játék, és az van beleírva, hogy nem elveszett játék vagyok, hanem rád vártam. Akkor ez ilyen, úgymond, elvihető játék lenne? Most már tényleg ránézek a meleg szendvicsemre. Nyom-nyom. Na milyen Európa legjobb lángosa? Ne tudd meg. Ha? Tápláló és finom. Ilyet még a pesti cukrászdával se kap, mi? Nem, olyan meleg szendvicset nem kapnak. Hát pesti. Ez nagyon jól néz ki. Jaj, hogy eszi, nyami. És már itt van. Ez nem biztos, hogy Európa legkedveltebb meleg szendvicse. A legjobb meleg szendvicse. De hát, nekem most ez jutott, hogy ez lesz az ebéd, jó étvágyat. Nyom. De legalább sok időt belefektettek. Állítólag a újabb gépezet, amivel csinálták, ez a második meleg szendvics, amit azzal sütöttek, úgyhogy örülök neki, hogy én lehettem ennek a folyamatnak az úttörője. Hello, sziasztok! Hello. Kik jó magasok vagytok. Meg egy kis tacsi. Ismered őket, a lagottókat?
Igen. Nekünk egy olyan van, ez lett így becsipőzve, és akkor egy olyat választottunk. Egy más kérdés, hogy milyen nagyváros vagyunk, és ugye... Ja. És már itt is vagyunk a beach-en. Tengerpart. A homlokos tengerparton. Húha. Tehát ez egyébként egy szaba strand. Tehát itt lehet fürdeni. Ott vannak fönt a büfék. És itt pedig a... De nézd meg, ez egy tök jó strand. Ez nagyon jó. Ez teljesen. Vízállóba jöttél? Igen. Akkor gyere, fürödni. Na milyen a víz? Nézzük nagyon meg. Nagyon jó, nagyon fincsi jó. Fincsi a víz. Fincsi a víz. Tényleg jó. Nagyon jól néz ki. Szóval ez a Szajki tavak, azt sem tudtam, hogy ez létezik. Csak az út mellett megláttam a táblát és lejöttünk. Úgyhogy Szajki tavak, lehet fürdeni, van strand, van büfé. Teljesen jól néz ki. Ugye arra fele is, már mi nem Fecó néz ki jó, hanem az. Az néz ki jó. Hibátlan. Jól néz ki ez a garázs, hogy így lehet kibeállni, leenged két rámpát. Nagyon jó! Hát ez nagyon tetszett. Ez nagyon jó. Na, ez fel van töltve. Nyírótkő, Naturpark. Itt vannak a tanösvények, a különböző célpontok. Motorokkal leparkoltunk. Mondjuk a biciklisek nem biztos, hogy örülnek nekünk egyébként. Meg kell, hogy mondjam. Ne, elférnek. Hát én lehet, hogy egy kicsikét hátrébb hozom a motort, hogy a biciklisek itt el tudjanak menni, arra tovább. Neked nem kell, csak nekem kell, úgyhogy légy szíves, fogd meg a kamerát. Na, lássuk. Azt akarod megnézni, ahogy elesek vele? Nem hiszem, hogy elessel vele. De ha igen, akkor megörökítjük.
nézzük! 300 kiló. Semmi nem volt, semmi nem volt. Hát ez egy kicsit így fogunk fordítani, mert még a végén arra leborul. Kész, mehetünk. Azt mondja, hogy írott kő azon a jelzésen, arra fele, fölfele. Meg vannak itt egyéb látnivalók is, de hűha, az igen. Ott kéne fölfele sétálni. Hát mi most oda nem fogunk fölmenni az írott kőre, pedig amúgy érdekes lehet. Mit látunk? Azt, hogy hol vagyunk helyileg, csak hogy... Ön hol áll? Képbe kerüljön mindenki, meg te is. Hú, de jó. Tehát, hogy ez itt kőszeg. Ehhez képest ugye itt van velem, és itt vagyunk fölötte egy kicsivel. Most utolsó? Jaj, bocsánat. Kőszeghez képest mutatom, így van. Ehhez képest itt van velem, innen indultunk fel a hegynek, és ezen a kis erdélyi úton fel tudtunk jönni egészen ideig, és aztán itt van az írott kő. Aha. De jó. Na, hát mi lemegyünk a Hörmann, ide a Hörmann forráshoz, ami... Jó, oké. És itt mutatja itt lefele a forrást. Aztán, itt 50 méter. Ott van, mi? Ott csopog vagy hát mi? Hát akkor nézzünk szét. Az a baj, hogyha mi is ilyen tízesük beszélünk, úgy és így is úgy beszélhatnak a legjobb szándékhoz. Miért persze, fognak is. Na, Hörmann forrás kérem. Tessék. Iható? Nézd már meg, légy szíves. Ne, hol? Hol nézzem meg? Zolján már fecónak, hogy jöjjön. Ja, hogy én kóstoljam meg. Kóstol meg, igen. Kóstol meg. Köszönöm. Ez jó? Azt is ledolgoztam. Már régen volt elpillálni, úgy látom. Hát szárva vannak a kozmetikusok, nem tehetek róla. Ja, igaz. Mert nem lehetett menni. Viszont milyen szép napsütésbe. Igazgazod a harisnyálat. Pedzonki, he? Mehetünk. Menjünk. Látjuk az írott kő erdeit, láthatjuk erre. Merre a vaddisznók túrját, az a har. Az jó lett volna, igen, találkozunk ezzel azzal. Ó, ez nagyon jó lett volna. Ó, Istenem, gyönyörű szív. Na és akkor mi lesz most a további? Megpróbáljuk megkeresni a kápolnát, amit talán itt az úton lesz valahol. Szentvid kápolnát, oda ki kéne menni szétnézni. Majd utána... Mit csinálunk? Ezt utána... Én fagyizdom kedvét. Tokajba Tihany apátsághoz fagyizni. Hozatunk a levendulából. Onnan hozatunk taxival. Jó, akkor azt fogjuk megcsinálni, hogy kitaláljuk, hogy hol vagyunk. Tetőről levezető út, jobb oldalán van egy ilyen parkoló ott kialakítva, és utána lehet arra befele menni, ahol az a Szent Vid kápolna van elviekben, az van kiírva 500 méter. Mehetünk? Mehetünk. Igen? Úgy. Na, ezek szerint jó fele jöttünk. Mert valóban itt van a kápolna. A Szentvid kápolna. És ezt lentről lehet látni. Tehát ott valahol, ott elől kellene, hogy ne legyenek fák. Ott látnánk, mondjuk, hogy lentről fölfele ezt a kápolnát. Igazából sokat nem tud, mert meg se lehet, vagy be se lehet menni. Nem tudom, szerintem a kunk ilyenkor van, gondolom, hogy lehet, hogy van ott ilyenkor. Azért milyen szép is, úgy van egy kérdésre. Nem ott lehet. Hát gondolom, hogy lehet, hogy velemből föl lehet. Föl lehet ugrázni egészen velemből. Húha, velem, nem vele, vele, velem. Aha, szép. Egyébként szép.
próbálunk rájönni, hogy ez mit jelent ez, a, ez az ikon. Te mire tippelsz, hogy... Nagyítóval lehet imádkozni. Nagyítóval lehet keresni valamit, vagy nem tudom, aki tudja, kommentelje be, hogy mit jelent ott az az ikon, mit lehet ott csinálni. De itt amúgy érdemes több időt is eltölteni. Ott van egy kis piknikezőhely. Ez a fa is gyönyörűen néz ki itt, hogy a gyökere benne a sziklában. Aztán innen itt. Hol vagyunk? Nemes medves. Tankemlékmű. Tankemlékmű. És ez itt... De ki van írva, hogy minek úgymond a... De várjál! Hát van valami felirat, nézzük meg, hogy miért van ez. Battonya, nemes medves, értem. Battonyától nemes medvesig. Ez közösség, létszél, közösség. És az ott mi? Veszély. Aha. Tehát, hogy nem mászkáljunk úgy föl a harckocsira, csak saját felelősségünkre. Nagyon szép kis park van itt mellette. Bemegyünk? Belemászunk? Persze. Na, belemászunk. Megnézzük, és akkor arra van az osztrák határ? Igen. Ott elfogy a rendes út. Kicsit be is szűkül, de járható. Aha. Tehát kétkerekű ringával már mentünk arra. Na, lehet, hogy elmegyünk és megnézzük az osztrák határt, hogy határ ellenőrzés az jelenleg van-e, vagy nincs. Gyerünk! Mászás van. Ez veszélyes sport! Jaj! Ez is komoly? Vigyázz! Ebbe kell kapaszkodni? Ja, értem! Értem, ezt már nem indít. Na, nem olyan nehéz ez. Nézzünk be! Hadd ide! Az azt igen. Hűha! De be lehet mászni. Be! Tehát azon a likon, azon be tudsz mászni, de mászom, hogy másszad be. Hát figyelj, én csak addig másznék be, ameddig ott van az a farúd, mert utána meg már ugye a mélység van, nagy mélység. Így van. Hogy?
Az igen. Az szép. Fúha. Csak nem le lehet csukni. Nyissad egy kicsit jobban ki, mert azt támasztja meg az alsó. Pedig a fa, nézzük a fát. Aha, igen. Ez a fa egyébként nem tűnik annyira nagyon erősnek. Az én 80-valahány kilóm alatt remélem, hogy... De hol tudok még lépni? Jó, oda mellé. Ott van mellett egy kis fém. Oda mellé lehet lépni, és akkor így be. Aha. Hagyjad. Azta. Hát, megmondom őszintén, hogy ez borzasztó lehetett. Tehát ebben itt benne ülni, amiközben durrogtatják a mindenféle rakétákat, és beszorulva, beülve ide ebbe, atyaig. Meg főleg, amikor mondjuk ezzel lőnek egyet. Az. Jézusom. És hányan lehettek ebben benne? Hányan ültek benne? Na, jó. Kukucs. Haló. Na jó, akkor megyünk innen ki. Előre. Na? Na jó, mehetünk megnézni a határt. Utána pedig mehetünk most már a szállásra, mert éhes vagyok, és szeretnék nyugodtan, kényelmesen leülni. És meginni most már a marhapörére rákészítettem a kis bendőmet, meg szeretnék most már meginni egy sört is. Úgyhogy igen, most már menjünk, reggel 9 óta nyomjuk folyamatosan, és már fél 6, nem tudom mennyi van, mindegy. Irány. Azért még egy érdekes kérdés felmerült, hogy milyen lehet ott lakni, hogy folyamatosan oda néz az ágyicső. És akkor tényleg így itt, hogy valaki kinéz éjszaka hajnalba az ablakon, félálomba, és akkor egy ágyúcső mered rá. Ó, ez amúgy itt micsoda? Ez valami hivatal, nem? Gondolod? A Jenő hivatal. Jenő. Ez itt a Jenő hivatal. Na jó, menjünk. Persze. Igazából le kéne ugrani, amúgy ez lenne. Majd. Tapogatózni kell. Lábunkról. Megtaláljuk a fogást. Na, ennyi. Nem probléma. Köszönöm szépen, akkor most te jössz, ugrás. De inkább én arra mennék szépen, kényelmesen, békésen. Ó, mindig a könnyebb megoldást választom. Na, honnan le tudsz jönni? Veszem. Szóval ott járunk, hogy ez a kis út, ez nagyon gyorsan megszűnt köves útnak lenni, és most már itt... Ájjajjaj! Aha! Most már itt ilyen földút van, ami nyilván csak akkor probléma, ha esetleg sár van. De most egyelőre lehet rajta közlekedni. Na hát... Nem látogatunk el a sógorokhoz. Pedig azon egyszerű oknál fogva, hogy borzalmasan nyomvájús vacak az út, és ha esetleg a későbbiekben nem tud normálisan visszafordulni a motorokkal, akkor hát az szopóka. Úgyhogy ezt most kihagyjuk, ezt a történetet, de itt ez a kis földúton el lehet indulni Osztrákiába. Na, most pedig irány Farkasfa, és a szállás, és a pörkölt
Király. És akkor a Csalifi vendégházban, Farkasfán, az őrségben. Hú, kemény egy nap volt. Reggel 9-kor indultunk, most van este 7, 10 óra. Ami 10 óra hossza. Motorok lepihenőbe. És ez pedig egy nagyon-nagyon hangulatos kis vendégháza, hogy ott látszik, ott van egy jurta, egyébként az is szállás. Tehát ott is lehet alukálni, de hát most az nincsen, nyilván nincsen beüzemelve. Itt, ez itt a kert. Hát a leanderek azok ott kidőtek a sorból, a nagy szél miatt. Egyébként borzasztó volt ez a nap abból a szempontból, hogy iszonyatos szél fújt. Én nem tudom, hogy az ország többi részén mi történt, de itt a nyugati hatásszélnél itt egész nap borzasztó erős szél volt. Nyugati irányból jött. Most viszont nagyon kellemes kis idő van. Látszik itt a égboltozaton, és ott a szállás, ott bent, ahol vár ránk a marhapörkölt nokedlival, sörrel, azt nem tudom, hogy lesz-e még mellé valami. Na nézzük. Oh. Na, te már dörzsöd a tényleg. Tudod miért? Itt lehet melegedni. Ja, hogy itt? Aha. Lehet, hogy a tűz. Akkor te abba, a belső szobába? Abba. Iha. Na. Hogy kezd főkapcsolat? Így. Aha, nagyon jó. Nagyon klassz. És akkor én hova megyek? Gyere. Itt már elmérted? Ah, igen, az ott a mosdó. Valahol itt van a fürdő. Ennek hol van a kapcsolója, tudod? Megvan. Aha, jaj, tényleg ez itt a fürdő. Ugye régen már voltunk itt. Egy fürdő. És jaj, abba a szobába. Ahol volt a mennyit. Ez nagyon jó. A mongúz, a gecko, vagy valami. Ez itt nagyon jó. Ó, hát gyönyörű szél. Gyönyörű jó. Ú, már ez is ropog itt a... Nekem most éjszaka be kell pakolnom? Hát szerintem, hogyha... Nem, ezt tudod, milyen a cserépkája. Ezt egyszerűen, hogyha begyújtják, ez akkor végig majd a meleget fogja. Hát nyomja is a meleget. Nagyon jó a szoba. Na jó, nézzük a vacsorát. Ez a nokedli. Azért tettem ide, mondom, hogy nem mindig jön. Nagyon jó. De jól néz ki. Köszönjük. Te ugye nem vagy éjeste már. Én nagyon. Te menjél kamerázni tovább, ott kint vannak jurták, minden. Ez nagyon jól néz ki. Marha püri nokedlival. Borkasör. És ráadásul ilyen sör, amit igazán kedvelek. Nagyon jó. Pazar. Nagyon jó. Pazar. Nagyon jók vagyunk. Most én ilyen nagymamásba tolom. Úgy döntöttem, mert amúgy jó, mondjuk itt jó idő van, de ott kint a folyosón olyan hűvös. Ott hűvös van, meg itt is azért, hogy mentál ott a kályha. Jó neked ott, vagy cseréljünk helyet? Tökéletes. Na, te a nokedlit ezt intézd magadnak, no, szépen. Nokedli. Ott a nokedli. Merde. Nokedli. Azt a betyár. Jó van, várjál. Jó, itt meg meglocsintom. Oda nézz. Még ezért egy picit, de ezt mind meg tudod enni te, hogyha... Hagyj ebbe ki. Jó, húj. Na,